600 főt evakuáltak majd Marosvásárhelyi irodaházból egy tűzoltósági gyakorló akció során. A tűzoltók és a rohanmentők nem csak a lángokkal, a váratlan helyzetekkel is meg kellett küzdjenek. Már egy perce szól a sziréna ennél a Marosvásárhelyi irodaháznál, szép lassan jönnek ki az alkalmazottak. A tűzoltóautók 5 perc alatt meg is érkeznek. Kezdetét veszi a gyakorlat. Nem mindenki jött ki az épületből, volt, akit a tetőtérről kellett lehozni. A forgalom közben megáll, a járókelők és az irodaház dolgozói is kíváncsian figyelik az eseményeket. Hallottam, hogy valami történt. Na, úgy hallottam, mondták, hogy valami gyakorlat. Na, mondom, akkor még annál jó, hogy nem történt valami. A gyakorlatot minden érintett hasznosnak tartja. Rendkívül hasznos, hogy megtanuljuk, hogyan kell viselkedni sürgősségi helyzetekben. Most tűzesetet szimuláltak. Évente 2 ilyen gyakorlatot tartunk, nagyon fontosnak tartjuk, hogy egy esetleges sürgősségi helyzetet jól tudjunk kezelni. De kiemelt jelentőségű a gyakorlat a sürgősségi felügyelőség számára is. Sajnos nem minden kollégánk tudott lenni terepen, emiatt az ilyen gyakorlatok nagyon hasznosak a számukra. Az alkalmazottak számára is hasznos, hiszen ilyenkor láthatják, hogyan is zajlik egy evakuálás, hogyan dolgozunk mi. A gyakorlatok nem utolsó sorban a tűzoltók megítélése szempontjából is hasznosak. Azt hiszem, hogy az itteni felhozattal szerint is lehet bízni bennük. Tehát az, amit most látok, az úgy bizalmat gerjeszt bennem. Az elmúlt években folyamatosan a tűzoltóság kapja a legmagasabb bizalmi indexet. Egy 2018-ban készített felmérés szerint az állampolgárok 88%-a bízik a tűzoltóságban, míg például az elnöki hivatalban mindössze 36%.